Milyen jogcímmel tartózkodnak önök itt? Be kell tartatni azt, hogy az állam nem tartott be. Mi országgyűlési képviselők vagyunk. Ennek a gyárnak nincsen engedélye a létfotartásra. A Gödért Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület azért szervezte most ezt a mai demonstrációt, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gyár a jogszabályoknak nem megfelelően működik, hogy a működését fel kellene függeszteni. Szeretnénk kikényszeríteni a hatóságokból, hogy végre lépjenek valamit, hiszen az elmúlt években teljesen nyilvánvalóvá tették azt, hogy egyáltalán nem mohatják a Samsunggal betartatni a törvényeket. Számtalan ilyen ügy van, számtalan ilyen kérdés, mert nem kapunk választ, mint hogy a hatóságok nem akarnák tisztázni ezeket a jegyeket, és megkapjuk azt, hogy nincs, hogy nem volt határérték túllépés sokszor. Hogy lenne határérték túllépés, amikor nincsenek is határérték ezekre az anyagokra? Nagyon helyesen a parlamentben elhangzott a mérnöki kamara részéről, hogyha nincs határérték, az nem azt jelenti, hogy végtelen lehet, ahogy ezt a magyar hatóság előszeretettel értelmezi, hanem pont, hogy nulla lehetne. Azt érezzük, hogy egyébként összességében Magyarországon nem kellően tudják a hatóságok, környezetvédelmi hatóság, katasztrófavédelem, vízügy, megfelelően ezeket a viszonylag új technikával üzemelő cégeket, akkumulátorgyárakat, akkumulátorhulladék feldolgozókat kezelni, nem tudják megakadályozni, ne legyenek megmérgeződve a dolgozók, ne legyenek munkahelyi balesetek, ne jusson ki szennyevés a környezetbe. Itt egy sokkal hatékonyabb és jobb hatósági fellépést várnánk, illetve azt gondoljuk, hogy a jogszabályi környezet sem képes biztosítani azt, hogy ne jelentsenek az ilyen üzemek kockázatot a lakosságra, a dolgozókra nézve. A bírósági döntés végrehajtását és végrehajtatását várjuk a gigacégtől, a hatóságoktól és végső soron a magyar államtól. Elve azonban az eltelt lassan egy hónapban hiába vártunk. Nem csak nem hajtották végre a bírósági végzést, de egy árva hanggal sem reagált, sem a hatóság, sem a multicég, sem a magyar kormány, hogy milyen alapon lehető semmibe egy bírósági döntés. Csak hogy ezzel azokat is semmibe veszik, akiknek a védelmében a döntés megszületett. És hogy miért? Mert úgy gondolják, hogy a mi életünk nem számít, a mi jogaink sárba tiporhatók. A magyar állam és ugye a magyar kormány állandóan szuverenitásról beszél. A szuverenitás ott kezdődik, hogy a saját törvényeimet és a bíróságok döntését a magyar ország területén be kell tartani és be kell tartatni. Addig, amíg a magyar hatóságok nem tartatják be a Samsunggal a magyar jogszabályokat, addig azt gondolom, hogy nem beszélhetünk arról, hogy a magyar állam mennyire szuverén. És itt nem az ellenzék, nem a külföldi ügynökök, nem a guruló dollárok veszélyeztetik Magyarország szuverenitását, hanem az, hogy a magyar hatóságok nem állnak ki a magyar emberek érdekében. Nekem a nemzet, az ti vagytok, így mindannyian, akik itt vagyunk most, meg a ti gyerekeitek, a ti családotok. A haza, az Magyarország és Göd. És valahol azt gondolom, hogy a magyar hatóságok dolga az az lenne, ha már ezekkel a szép szavakkal dobálódzunk, hogy minket, a nemzetet, meg a hazát védjék meg. És mi ezt nem látjuk biztosítva. Sem környezethasználati engedély, és a hatóság nem zárja le ezt a gyárat, akkor zárjuk le mi! Igen, azt láttuk, hogy mivel a hatóság nem tartatja be ezt a bizonyos felfüggesztést, ezért akkor mi majd cselekszünk, és akkor mi majd szerzünk érvényt annak a határozatnak, hogy ez a gyár nem működhessen anélkül, hogy van érvényes, szabályos és jogszabályokat betartó környezethasználati engedélye. Ez nyilván csak az egyik probléma a gyárral, hogy nincsen jelenleg környezethasználati engedélye, de a sok közül ez a jogállamiság minden szabályának és minden jogszerű ember igényének ellene megy, úgyhogy mi majd most érvényt szerzünk ennek a határozatnak, és lezártuk a gyárat. Igyekszünk növeszteni majd még ezt a nyomást, és most megnézzük, hogy mit tudunk csinálni a többi bejáratnál is, mert úgy látjuk, hogy ez nem elég, még túl nagy a mozgás, de ezt a gyárat ma le fogjuk zárni. Milyen jogcímmel tartózkodnak önök itt? Be kell tartatni azt, hogy az állam nem tartott be. Mi országgyűlési képviselők vagyunk. Ennek a gyárnak nincsen engedélye a létfotartásra. Persze, hát most vagy bezárjuk, akkor vagy most így. Szórakozunk.
segítsetek megérteni, hogy hogy vigyük haza az embereket a munkából, akik 12 órát dolgoztak? Légy szíves. Nem szabadott volna bejönniük sajnos. Hát de hová nem szabad, uram? Dolgozni. Ja, hát azzal én nem tudok mit csinálni. Van egy megbízóm, aki azt mondta, jöjjek, innentől fogva én nem tehetek róla. Egyetértünk. Végül itt vagyunk a déli behajtónál, ahol egy körforgalom van, illetve egy felüljáró, ami kifejezetten a Samsung számára épült, korábban itt csak egy vadátjáró volt. És ha minden jól megy, akkor így most teljesen le van zárva a gyár, nem tudnak se északról, se délről behajtani, az M2-esről se kihajtani. Maximum a város felé tudnának elmenni, amit valószínűleg annyira nem értékelnek a lakossága.